Én a jelöltállítás folyamatában tapasztalható adatkezelési problémákról fogok beszélni, és ez egy kicsikét már a jogalkalmazási kérdések felé viszi el a témát, a jogalkotási kérdések felől. Egy olyan témáról fogok beszélni, amelyet a hírfogyasztó közönség nyilván elég jól ismer, ezért csak nagyon-nagyon röviden fogom ismertetni az elején, hogy milyen jellegű problémákkal szembesültünk, és aztán arról fogok beszélni, hogy milyen orvoslati lehetőségeket használtunk, illetve próbáltunk használni a választási eljárásban az adatkezelési problémák orvoslására, illetve a végén kitérek az ezzel kapcsolatos nemrégiben keletkezett új joganyagra is. Mi tehát a probléma? Bizonyára hallottak már arról, hogy az országgyűlési választások során a jelöltállítási szakaszban bizonyos kisebb pártok sajtóértesülések szerint tömegesen visszajeltek az ajánló éveken található személyes adatokkal. Az történt tehát, hogy ahelyett, hogy a szükséges számú ajánlást megszerezték volna, ehelyett a pártok, illetve jelöltek részben egymás ajánlásait másolták le, illetve hamisították meg az ajánlást adó választópolgárok aláírásait. Hát ugye különösebb jogi háttér nélkül is érzékelhető, hogy ezzel valami probléma van, de ennél egy kicsikét finomabb elemzést szeretnék adni arról, hogy alapjogi szempontból mi is kifogásolható ezekben a visszaélésekben. Kétfajta nagy alapjogsértés csoportot szeretnék azonosítani. Az első az információs önrendelkezési jogsérelme. Ugye, amikor én egy pártnak vagy jelöltnek odaadom az ajánlásomat, a személyes adataimat, azokat nem szabad felhasználásra adom oda, hanem azért, hogy az adott jelöltet vagy pártot támogassam. Ezért, amikor valaki más célra, más jelölt állítására használja fel ezeket az adatokat, akkor ezzel már önmagában is jogsérelmet szenvedek. A sérelem annál súlyosabb, hogy úgynevezett különleges adatról van szó. Mi is ez a különleges adat? Hát például az én politikai meggyőződésemre utaló személyes adatok különleges adatnak minősülnek, már pedig nem nehéz belátni, hogy abból, hogy én mely pártnak vagy jelöltnek adtam az ajánlásomat, meglehetősen jól kikövetkeztethető, hogy milyen politikai meggyőződésem van. Nem csak az ajánlást adott állampolgárok információs önrendelkezési joga sérült, hanem a visszaélések következtében számos választójog vagy választójoggal összefüggő alkotmányos elv is sérelmet szenvedett. Egyfelől sérelmet szenvedett az ajánlást adott választópolgárok aktív választójoga is. Akkor gyakorolhatom ugyanis szabadon az aktív választójogomat a jelöltállítás során, ha biztos lehetek abban, hogy az az ajánlás, amit adok, egyfelől célba ér, tehát a választási irodák mondjuk nem a kukába dobják, hanem összeszámolják az ajánlásokat, ez nyilván teljesül is, ugyanakkor csak odaér célba, ahova én adom az ajánlásomat, azaz pontosan annak a jelöltnek a támogatására szolgál, amelyet én akarok támogatni. Nem csak az ajánlást adó állampolgárok aktív választójoga szenvedett sérelmet a visszaélések kapcsán, hanem a jelöltállításban tisztességesen résztvevő jelöltek, jelölőszervezetek passzív választójoga is. Az ő esetükben nem annyira a szabadság, hanem inkább az egyenlőség aspektusa szenvedett sérelmet a választójognak. Teljesen nyilvánvaló, hogy azok a jelöltek, akik tisztességesen, jogszerűen vettek részt a jelöltállítás folyamatában, nem egyenlő esélyekkel indultak a politikai versenyben azokhoz képest, akik különféle csalási módszerrel próbálták javítani esélyeiket. Végül pedig azt is szeretném kiemelni, hogy egy kicsit tágabb a választójoggal nyilvánvaló összefüggésben lévő alkotmányos elv, a népfelség elve is sérelmet szenvedhet az ilyen típusú visszaélések miatt. Miről is szól ez az elv? Nagyjából arról, hogy a népképviseleti szervekben az állampolgárok valós akaratát tükröző képviseleti
testületek látják el a nép képviseletét. Na most ugye, amikor a jelöltállításban különféle visszaélésekkel érnek el sikereket a leendő jelöltek vagy jelölő szervezetek, akkor a népakarat kifejeződése is torzulhat a választási eljárásban. Ez pedig azért nagyon fontos, mert ez az én sérelmem akkor is, hogyha egyáltalán nem vettem részt a jelöltállítási folyamatban, sem ajánlást adó választópolgárként, sem pedig az ajánlásokat fogadó jelöltként, vagy jelölő szervezet képviselőjeként. Nyilvánvaló tehát, hogy meglehetősen sokrétű jogsérelemről van szó a vélelmezett visszaélések kapcsán. Két meglehetősen eltérő alapjog, illetve alapjogcsalád sérelméről is tanúskodnak ezek a visszaélések, amelyek önmagukban is indokolnának átfogó fellépéseket a visszaélések feltárása, illetve visszaszorítása érdekében. Ennek ellenére azt tapasztaltuk a 2014-es országgyűlési választások folyamán, hogy sem az információs önrendelkezési jog sérelme, sem pedig a választójog sérelme során semmilyen az állam nevében fellépő szerv nem kezdeményezett, illetve folytatott le átfogó vizsgálatot. Mit lehet tehát tenni egy ilyen esetben, amikor az alapjogok védelmére hivatott szervek nem végzik el a rájuk háruló alkotmányos terhet? Úgy gondoltuk, hogy nincs más választásunk, a választópolgárok aktív közreműködésére van szükségünk ahhoz, hogy érvényre juttassuk azokat a jogokat, illetve orvosoljuk azokat a jogsérelmeket, amelyekhez a visszaélések vezettek. Ennek megfelelően egy civil kezdeményezést kezdeményeztünk, amely egy jogvédelmi stratégiai értelemben az információs önrendelkezési jogsérelmére alapult. A következőket vettük figyelembe a kezdeményezés kidolgozásakor. Arra alapoztuk a kampányunkat, hogy az ajánlóíveket kezelő választási irodák az ajánlóíveken található személyes adatok adatkezelőinek minősülnek. Ugye gyűjtik, rendszerezik, tárolják, illetve egy bizonyos periódus elteltével megsemmisítik az ajánlóíveken található adatokat a választási irodák. Az adatkezelői státusz tehát nem lehet kérdéses. Na már most az adatkezelői státusszal ugye nem csak az adatok kezelésének bizonyos jogai járnak, hanem nagyon komoly törvényes kötelezettségek is. Többek között azáltal, hogy a választási irodák a személyes adatok adatkezelőivé váltak, egy olyan kötelezettséget szereztek, hogy a választópolgár, mint a személyes adatok adatalanya, tájékoztatást kérhet a választási irodáktól arra vonatkozóan, hogy hogyan kezelik az ő adatait. Ennek az egyszerű törvényes kötelezettségnek a kiaknázásával indítottuk meg a kampányunkat, ami egyszerűen arról szólt, hogy az ajánlást adott és visszaélés gyanító választópolgárokat arra buzdítottuk, hogy éljenek ezzel a jogukkal, kérjenek tájékoztatást a választási irodáktól arra vonatkozóan, hogy mely ajánlóíveken szerepelnek az ő személyes adataik. Mi lett ennek az eredménye? Hát először egy kicsikét kétségbe estünk. Az történt ugyanis, hogy feltehetőleg a kampány sikerességére utal önmagában az a tény is, hogy a választási irodákat valóban a visszaéléseket gyanító választópolgárok tájékoztatási kérelmei elkezdték bombázni. A választási irodák ezen a ponton viszont kissé visszahőköltek, és először a Nemzeti Választási Irodától kértek tanácsot abban a tekintetben, hogy vajon tényleg meg kellene nekik adni ezt a tájékoztatást, amit itt most a választópolgárok elkezdenek kérni tőlük.
A választási iroda pedig a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz, a NAIC-hoz fordult, hogy tanácsot adjon neki, mit lehet most tenni ebben a helyzetben, hát ezek az állampolgárok élni szeretnének a jogaikkal. Valamit tenni kell. És az Adatvédelmi Hatóság tett is valamit, kiadott egy olyan állásfoglalást, amely ugyan az utóbbi időszak tevékenységére alapján nem túl meglepő módon, de alkotmányos kötelezettségeivel teljes ellentmondásban nem az választópolgárok, mint adatalanyok információs önrendelkezési jogait védte, hanem a választási irodáknak biztosított arra lehetőséget, illetve hogy ne adják meg a kért tájékoztatást. Erről szól ugye ez a képernyőn megnevezett állásfoglalás az adatvédelmi hatóságnak. Mik is voltak a hatóság érvei amellett, hogy a választási irodák nem kötelesek megadni ezt a tájékoztatást? Hát, hogy is mondjam csak, ezen a ponton elég komoly rekonstrukciós munkára van szükség, mert hogy nagyon kevés szakjogilag értelmezhető anyag található ebben az állásfoglalásban, de kollégáimmal hosszas munka alapján két megfontolás csoportot azonosítottunk, amely az adatvédelmi hatóság szemében arra ad okot, hogy a tájékoztatási kérelmeknek ne tegyenek eleget. Nézzük tehát ezt a két, nevezzük úgy érvcsoportot, és aztán azt fejteném ki, hogy mi is ezekkel a gond. Nézzük az elsőt. Tehát az adatvédelmi hatóság arra hivatkozott, hogy az ajánló éveken található személyes adatok kezelése nem tekinthető klasszikusnak. Milyen értelemben kérdezhetik önök, és mi is pont ugyanezt kérdeztük. Nehéz ugyanis ezt megállapítani, mivel hogy sem az információs önrendelkezés jogról és információszabadságról szóló törvény, sem pedig az adatvédelemről, illetve információs önrendelkezésről szóló nemzetközi szakirodalom sajnos nem beszél ilyen fogalmakról, mint hogy klasszikus, meg nem klasszikus adatkezelés. Az állásfoglalás szövegkörnyezetének ismeretében azonban arra a következtetésre juthatunk, hogy valószínűleg arra gondolt az adatvédelmi hatóság, hogy az ajánló éveken található személyes adatoknak az adatkezelési célja beteljesült azzal, hogy az ajánlások alapján a jelölteket nyilvántartásba vették, a listaállítások jogerőre emelkedtek, stb. És ebből azt a következtetést mondta le az adatvédelmi hatóság, hogy mivel az adatkezelés, a választási irodák által történt adatkezelés célja beteljesült, ezért már nincsenek is semmilyen adatkezeléshez kapcsolódó törvényi kötelezettségek, amelyeknek eleget kellene tenni. Ez egy meglehetősen hibás értelmezése egy egyébként valóban nagyon fontos adatvédelmi elvnek, a célhoz kötöttség elvének. Miről is szól a célhoz kötöttség? Ez arról szól, ez a követelmény, hogy az adatkezelő kizárólag az előzetesen meghatározott célokból kezelhet személyes adatokat. Ebből tehát az következik, hogy ahogy maga ez a definíció is sejtetni engedi, nem az adatkezelők kötelezettségét, hanem épp hogy a jogait korlátozza a célhoz kötöttség követelménye. Így tehát az adatkezelés céljának beteljesülésére való hivatkozás biztosan nem állhat a tájékoztatási kötelezettség útjába. Hivatkozott azonban az állásfoglalásban, illetve más helyeken az adatvédelmi hatóság egy másik szempontra is, amely a tájékoztatási kérelmek elutasításának jogszerűsége mellett szól. Ez a megfontolás tulajdonképpen valami olyasmi lenne, hogy az, hogy a választópolgárok élnek a jogaikkal, az információs önrendelkezési jogaikkal, hát sajnos, hogyha mi tényleg teljesítenénk az ezzel járó kötelezettségeket, ez a választási irodákra aránytalan terhet róna. Aránytalan mihez képest, ugye?
Feltehetően arra gondolt itt az adatvédelmi hatóság, hogy a választási irodáknak egyébként nagyon fontos, szintén alapjogi értelemben meghatározott és az alapjogok beteljesülését segítő feladata van, mégpedig nekik egy választási eljárást kell megszervezni, lebonyolítani, és hát ugye nem lenne szerencsés, hogyha ebben akadályozna őket az, hogy valami mással kell foglalkozniuk. Például az állampolgárokat kell tájékoztatniuk kérelmükre. Úgy gondoljuk, hogy ez az érv sem állja meg a helyét, több okból sem. Egyfelől a kezdeményezésünk időzítése folytán a választási eljárás lebonyolítását nem hátráltathatta a tájékoztatási kérelmek teljesítése, mivel hát jó részt már a választási eljárás utolsó fázisaiban kerültek megküldésre ezek a tájékoztatási kérelmek, a választási irodáknak pedig jó 30 napjuk volt ezeknek a kérelmeknek a teljesítésére. Ezt az álláspontunkat egyébként világosan osztja a fővárosi törvényszék is. Itt egy rövid idézetet mutatnék egy olyan ítéletből, amely egy peresített tájékoztatási követelést kényszerít ki az alperes választási irodán. Az ítélet így fogalmaz az ítélet indokolásában. A követelésnek ellenszegülő alperes választási iroda hivatkozott arra, hogy aránytalan többlet terhet róna rá az ajánlóívek áttanulmányozása. A bíróság azonban az alábbiakra mutat rá. A szavazás befejeződött, a választás eredménye jogerőssé vált, ebből kifolyólag az ajánlóívek ismételt tanulmányozása nem jelent aránytalan többletterhet az alperes számára. Megjegyzendő továbbá egy másik nagyon fontos szempont is, mégpedig az, hogy amennyiben felmerül az a probléma, hogy a választási irodák nem tudják menedzselni azt a munkaterhet, ami azzal jár, hogy ők eleget tesznek az adatkezelésből fakadó törvényes kötelezettségeiknek, akkor ebből bizony az következik, hogy feltehetően az adatkezelés módján kellene változtatni, hiszen az adatkezelés kizárólag akkor jogszerű, hogyha adottak a törvényes feltételei. Márpedig ezek a törvényes feltételek magukba foglalják azt is, hogy az adatalanyt kérelmére tájékoztatjuk az adatkezeléssel kapcsolatos részletekről. Mi történt tehát ezután? A választási irodák sorra utasították vissza a választópolgárok tájékoztatási kérelmét. Nos, az történt, hogy a NAIK-kal szemben kiálltunk jogi álláspontunk mellett, amit az előbbiekben vázoltam, és több kérelmező képviseletében peresítettük a tájékoztatási kérelmeket. Rövid távon azt mondta, egy egyértelmű sikerről számolhatok be önöknek. A független magyar bíróságok előtt megállt a Társaság a Szabadságjogokért jogi álláspontja. Eddig 3 perünk zárult le első fokon ebben a témában, kivétel nélkül a választópolgár felperes győzelmével zárultak ezek. Nem is tudunk az alperes választási irodák részéről fellebbezési szándékról, ezért ezek az ítéletek hamarosan várhatóan jogerőre emelkednek, és a választási irodáknak eleget kell majd tenni a tájékoztatási kérelmeknek. Voltak ezen kívül más folyamatban lévő pereink is, illetve vannak is. Ezeknek egy része egyébként éppen annál fogva szűnt meg, hogy a választási irodák a nyertes persorozatot látva viszonylag hamar észbe kaptak és észlelték, hogy sajnos a bíróságokon nem áll meg a NAIK álláspontja. Emiatt több esetben az alperes választási iroda egyszerűen végül vállalta a tájékoztatás megadását, és értelemszerűen a felperes képviseletében elálltunk a peres követelésektől. Ez tehát a rövid sikertörténet. Eddig mosolyal és boldogan számolhattam be önöknek arról, hogy a választópolgárok igenis éltek jogaikkal, és sikerrel érvényesítették ezeket.
Szokás ugyan mondani, hogy az időbeli egymásutániságból nem legitim okokozati összefüggésre következtetni. Mégis nehezen tudom megállni az okokozati hipotézist, amikor azt látom, hogy a nyertes pereinkről szóló sajtóközleményünk kiadásával után rövid, mint egy másfél héttel az éppen folyamatban lévő önkormányzati választási rendszer átalakításával kapcsolatos törvénymódosítási javaslatok közé becsúszott egy apró választási eljárási törvénymódosítás is, ami bizony mintha reagálni látszana a bíróságokon elért sikereinkre, arra talán nehezen kezelhető tényre, hogy a választópolgárok éltek alanyi alkotmányos jogaikkal, és érvényesítették ezeket. Mi történt tehát? 2014. június 18-ától hatályos egy választási eljárási törvénymódosítás, amely lényegében törvénybe írja be a NAIK addig bíróságokon képviselhetetlen álláspontját. Mit jelent ez a gyakorlatban? Két dolgot. Egyrészt a továbbiakban a választópolgárok nem kötelező majd tájékoztatást adni azokról a személyes adataikról, amelyeket felhasználatlan ajánlásokon kezel a választási iroda. Ha tehát én az 501. aláíró voltam, akkor mindegy is, hogy visszajöttek-e a személyes adataimmal, erre már soha nem derül fény. Ezen kívül még az ajánlásokhoz ténylegesen, még a jelöltállításhoz ténylegesen felhasznált ajánlásokhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség is lényegesen szűkül, ugyanis tájékoztatási kérelmet ezután már csak a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedéséig lehet kérni. Azaz az eddigi több hónap helyett mindössze néhány nap fog rendelkezésére állni a választópolgároknak, hogy kiderítsék, visszaéltek-e személyes adataikkal. Most az előbbi érvelésem alapján gondolom nem kell magyaráznom, hogy ez az információs önrendelkezés indokolatlan korlátozását jelenti, és egyben a szabad, egyenlő választójog, illetve a népfenség elvének érvényesüléséhez eddig hozzájárult egyik lényegi garanciális elemet veszi ki a választási eljárásból. Lehet, hogy egy olyan országban ez az instrumentális szerepe, ez a garanciális szerepe a tájékoztatáshoz való jognak talán nem lenne olyan fontos, ahol azt látjuk, hogy a független, a alkotmányos feladatokat ellátó szervek, hatóságok valóban fellépnek a széles körben gyanított, valószínűsíthető visszaélések ellen. Mi nem egy ilyen országban élünk, ezért ennek a garanciális elemnek az elvesztése nagyon komoly veszteséget jelent a választójogi garanciák terén is. Végezetül nem tudom megjegyezni némi iróniával, hogy feltehetően a jogalkotó szándékával ellentétes eredményre vezetett a törvénymódosítás, hiszen a választási irodák munkaterhét nem csökkenteni, hanem várhatóan növelni fogja az a tény, hogy ezután már valóban a választási eljárás kellős közepén kell eleget tenniük a választópolgárok tájékoztatási kérelmeinek, és lévén, hogy ez a tájékoztatáshoz való jog igen fontos garanciális elem az egész választási eljárásban, illetve az információs önrendelkezési jog érvényesülésénél nézve is, mi továbbra is arra fogjuk természetesen biztatni a választópolgárokat, hogy amennyiben az indokolt, természetesen éljenek ezzel a jogukkal, az pedig a választási irodák dolga lesz, hogy megszervezik az ehhez szükséges adatkezelést. Mik tehát azok a változások, amelyek azt idéznék elő végezetül összefoglalásképp, hogy
megfelelően érvényesüljenek információs önrendelkezési jogaink, illetve a választójog szabadságával, egyenlőségével, népszuverenitással kapcsolatos garanciális elemek a választási eljárásban, illetve a jelölt állítás során. Legelőször is ahhoz, hogy ez így legyen, vissza kellene térnünk a 2014. június 18 előtt hatályos választási eljárásban garantált információs önrendelkezési jogokhoz. Pontosítok, nem garantálta a választási eljárás ezeket a jogokat, csak nem tett keresztbe nekik. Másodszorban az a választási irodák ügyterhének megkönnyítése és a garanciális elemek hatékony használata szempontjából egyaránt fontos lenne az ajánló ívekkel található adatok adatkezelésének modernizálása. Ez alatt elsősorban a papír alapú adatkezelésről való tovább lépést érteném. Végezetül pedig álláspontunk szerint a legfontosabb garanciája a visszaélések megelőzésének éppen az lenne, hogyha eltörölnék a jelenleg érvényben lévő többes ajánlás rendszerét. Ez épp ugyanannyira lenne korlátozása a választójognak, mint amennyire az korlátozása, hogy amikor megkapom a szavazólapot, sajnos csak egy X-et tehetek rá. Köszönöm szépen tehát a figyelmüket, ennyit szeretem volna elmondani az adatkezelés problémáiról. Köszönöm szépen. Két dolog is összekötötte ezt az előadást. Az egyik az, amiről Attila nem ejtett szót, de azt tudható, hogy az a gyanú, ami az előadás elején megfogalmazásra került, ami miatt azt gondoljuk, hogy sokaknak megérte az, hogy ajánlásokat szerzett nem egészen tisztességes módon, az annak az oka az volt, hogy a kampánytámogatás, jelentős összegű kampánytámogatás járt a jelölteknek és azoknak, akik listát állíthattak, és ezzel történő elszámolás sem feltétlenül ellenőrizhető sajnos Magyarországon. Tehát így módon a kampányszabályozás és a jelöltállítás rendszerében találtunk egy közös pontot. A másik közös pontot a Szonya által ide súgott megjegyzés hallatán találtam meg. Ugye Szonya beszélt arról, hogy egy alkotmánybírósági döntés után a szabály, az alkotmányellenes szabály bekerült az alaptörvénybe, elérve így azt, hogy az alaptörvény alkotmányellenes legyen. A Attila által mesélt történet pedig arról szólt, hogy egy bírósági ítélet esetén, bírósági ítéletet követően az elfogadhatatlan jogértelmezés került be a törvénybe. Szonya mondta, hogy ha esetleg ez alaptörvényellenes lesz, akkor majd az alaptörvénybe is bekerülhet. Örüljünk annak, hogy ez még nem történt meg, de ami késik, nem múlik. Ki tudja. Most megint van egy rövid időszak arra, hogy a hallgatóság reagáljon, vagy kérdéseket fogalmazzon meg a panelistáknak, majd amennyiben ez véget ér, akkor egy rövid időre, egy bő fél órára elmehetünk ebédelni ide a szomszéd terembe, ahol szendvicsek várják Önöket. Köszönöm szépen. Hát nekem nagyon tetszett mind a Szonyának, mind az Attilának az előadása. Egyet is értek azokkal a minősítésekkel, amelyek, hát itt voltunk, mindjárt hallottunk, hogy megszégyenítették a jogállamot, a felháborító jogalkotói eljárás, stb. Illetve hát az Attila előadásában is, hogy nem végezték el a számukra előtt feladatokat. Az a kérdés, hogy meddig tartható még az, hogy ugyanakkor ezeket az intézményeket pedig ilyen eufemisztikusan azon a néven nevezzük, ahogy a jogszabályba beírták. Tehát miért nevezzük Nemzeti Választási Bizottságnak azt, amikor nem végzi el azt a dolgát, ami neki az esélyegyenlőség, a választás tisztasága. Tehát ellentmondást érzek, hogy miközben Attila is nagyon helyesen és számomra nagyon élvezetesen előadta, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság hogyan élt vissza, de ahhoz, hogy ez szélesebb körben is elterjedjen, akkor nem gondoltak-e arra, hogy
ne nevezzük Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnak. Mert csak 20 perc után derül ki, hogy ez a hatóság, ez nem azt végzi, amit el kellene. Tehát nem egyszerűbb lenne, tehát ellentmondást érzek az, hogy miközben minősítően, helyesen leírjuk, hogy ezek nem azok, amelyek azok, de azért alkotmánybíróságnak nevezzük, ami nem alkotmánybíróság. És akkor mondhatnám, közmédiának nevezzük azt, amik hát bebizonyítottuk, hogy az nem a köz szolgája. Tehát én most nem tudom, hogy nyelvi restség, vagy bátortalanság, vagy nem tudom mi, de én hiányolom, hogy mindezek a helyes és szerintem is nagyon felháborító dolgok nem jelennek meg ezen intézmények nevében vagy minősítésében. Köszönöm szépen. Én azt javasolom, hogy gyűjtsük össze a kérdéseket, és az előadók egyben válaszoljanak rá. Itt volt még egy jelentkező. Köszönöm szépen. Göbölyösen László vagyok a Népszava Online-tól. Két kérdésem lenne, de hát összefügg a kettő. Azt láthatjuk, hogy most ugye megint egy újabb választás előtt vagyunk, és hát tulajdonképpen a kampány, ha jogilag vagy hivatalosan nincs, és azért ugyanúgy zajlik, ugyanazok a módszerek mennek a túlsúllyal, az ellenzékkel szembeni karaktergyilkosságot lehetne sorolni, hogy vajon ebből a helyzetből egyáltalán lehet-e valami kiút ma Magyarországon? Ez lenne az egyik. A másik pedig az, hogy én úgy érzem, hogy ezek a különböző visszaélések, vagy éppen a TASZ-nak a kampánya, illetve hát a bíróságokon elért sikerei, ugyanúgy nem jutnak el a szélesebb tömegekhez, mint ahogy például a kisebb pártoknak a politikai üzenetei. Hogyan lehetne ezt orvosolni? Szerintem a mai modern médiában erre kell, hogy legyen egy lehetőség. Ugyanis én úgy érzem azt, hogy ez a két dolog, és itt mondom, hogy összefügg, ez mind a kettő csak hozzájárul ahhoz az az apátiához, ami ezt az országot jellemzi. Tehát az hogy igen nagy volt a tartózkodási arány például akár az országgyűlési, akár az európai választásokon, mert nagyon sok ember úgy gondolta, hogy itt az életben nem lehet úgyse semmit választani, akkor most minek menjünk el. Köszönöm. Köszönöm. Van-e még hozzászólás vagy kérdés? Ha nincs, akkor az előadó ki a szó. Akkor kezdeném én, mert hogy több választási kampánnyal kapcsolatos kérdés volt. Az egyik, az első az ön kérdése, amit én úgy fordítottam magamnak le, hogy az intézmények közjogi elfogadottságát még mindig tartjuk annak ellenére, hogy a rendszer már nem igazán működik demokratikusan, és nem igazán nevezhető jogállaminak. Ez egy nagyon, nagyon nehéz, és tehát azt gondolom, hogy ez a jelenlegi létünk legfontosabb eleme, hogy hogyan tudunk akár a jogalkotó, akár közhatalom gyakorló, akár párt olyan tevékenységével szemben, nem feltétlenül kell kormányzó pártnak lenni, annak föllépni, nyilván ugye a kormányzó pártoknak van hatalma a közjogi berendezkedés befolyásolni, amit ugye elég gyakran meg is tesznek, tehát hogy hogyan tudunk föllépni, és nyilván ez a nyelvi megnevezésben is teret kaphat, hogy nevezzük-e annak, ha egyszer nem azt csinálja, hanem pont az ellenkezőjét. Én azt gondolom, hogy számomra nem feltétlenül a legfontosabb az elnevezés, megadom az elnevezést, majd azt mondom, hogy jogellenes. Majd azt mondom, hogy áthágja a jogállami elveket. Abban viszont igaza van, azt gondolom, hogy ezt minél gyakrabban kell
Vagy kellően gyakran kell mondani akkor, hogyha ezt valóban valaki így gondolja, mert hogy, és ez a második hozzászólás végül is a kettő kapcsolódik egymáshoz, hogy az apátia az egyre erősebb. Tehát egyre inkább elfogadjuk azt a kérdést, hogy tényleg bármikor, ha az alkotmánybíróság, bár azt gondolom, hogy nem sokáig ezt is megkockáztatnám, fog megsemmisítgetni határozat vagy törvényeket, de amíg még megsemmisítgetett és alkotmányellenesnek mondott bizonyos paragrafusokat ki, tehát ugye egy olyan rendszerben, ahol kimondom egy paragrafus vagy alkotmányellenest, majd ezt követően a jogalkotó nagyon rövid időn belül beleírja az alkotmányba, és azt mondja, hogy hát akkor oldjátok meg úgy, ahogy tudjátok, mert innentől kezdve nem vizsgálhatja az alkotmánybíróság az alkotmányellenes, korábban alkotmányellenesnek mondott kitételt. Tehát azt gondolom, hogy ez olyan cinizmus, ami apátia felé tolja a magyar társadalmat, és az is összefügg vele, hogy nem jelenünk meg elég hangsúlyosan a nyilvánosságban. Ez egy nagyon helyes, azt gondolom, hogy nagyon, nagyon pontos mondat volt, hogy ugyanannyira, mennyire a politikai pártok, annyira a tudományos kutató civil szervezetek véleménye is kevéssé hangzik el. Én annak nagyon örültem, hogy a TASZ-nak legalább ez az egy tevékenysége ilyen nagy visszhangot keltett, de ugye ennek is volt egy kontraproduktív eredménye. A visszhang az odáig fajult, hogy a jogalkotó úgy döntött, hogy puff, akkor módosítsunk jogszabályt, hiszen megtehetjük. Nem tudok értelmes választ adni, hogy őszinte legyek. Annyit tudok választani, hogy mindannyian tegyünk érte, hogy ne, és emeljük fel a hangunkat minél többször, hogyha valamit jogellenesnek, vagy alkotmányellenesnek, vagy jogállami elvekkel ellentétesnek érzékelünk, és ne törődjünk bele, és küzdjünk az apátia ellen. És nem tudok, tehát azt gondolom, hogy a jelen helyzetben azon túl, hogy mondjuk az ilyen TASZ-szerű civil, tehát olyan a TASZ tevékenységét végző más civil szervezeteket támogatnak, és az ő tevékenységüket megpróbálják úgy támogatni, hogy mondjuk például a jelenlegi kormányzat ne lehetetlenítse el őket, mert talán ez lenne, azt gondolom, hogy a legfontosabb ma, mert hogyha ezek a civil szervezetek megszűnnek, a tevékenységüket nem folytathatják olyan mértékben, mint eddig, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem lesz többé hang. És nem lesznek ilyen konferenciák se. Nem akarom ennyire pessimistán befejezni, de szeretném nyomatékosan felhívni a figyelmet, hogy én ezt látom, és hogy ezért mindannyiunknak tenni kell. Köszönöm szépen. Csak ehhez szeretnék még nagyon röviden, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, sajnos nem elég széles körben, hogy hol lehet az a határ, amikor az emberek úgy érzik Magyarországon, hogy a szabadságoknak a további korlátozását már nem lehet elviselni. Már jó néhány olyan eset volt az elmúlt években, azt mondtuk, hogy na jó, ez most már biztos, hogy kiveri a biztosítékot, és nem verte. Vajon van egyáltalán határ? Hogy kicsit durvábban fogalmaznék, hát ez nem a saját gondolatom, mert jó néhányan leírták nálam okosabbak is, hogy egyáltalán a magyar népnek kell-e a szabadság? Akkor most én válaszolnék egy kicsit erre a kérdését összekötve az előzőekkel. Tehát én Szonyától eltérően egy kicsikét konstruktívabb és optimistább hangot ütnék meg. Nem csak azért, hogy ellentételezzük egymást, hanem mert úgy gondolom, hogy a konferencia céljaival is összhangban van egy konstruktívabb megközelítés. Ami az elnevezéseket illeti, nos, ezeket az alaptörvény és egyes sarkalatos törvények rögzítik, és nem gondolom, hogy abban a pozícióban lennénk, hogy ezeket irogassuk át. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezekkel a nevekkel és ezekkel az intézményekkel olyan egyébként jól konkretizálható alkotmányos feladatok, kötelezettségek járnak együtt, amelyeknek a számonkérésén dolgozunk. Azért nevezzük tehát továbbra is adatvédelmi hatóságnak az adatvédelmi hatóságot, mert
úgy gondoljuk, hogy van egy feladata, és mi részben azon munkálkodunk, hogy ösztönzőket kínáljunk neki, illetve különféle stratégiai jogvédelmi eszközökkel élve elérjük, hogy ezt a feladatát gyakorolja. Ugyanezt tudom mondani a Nemzeti Választási Irodáról is, csak hogy egy példát ragadjak ki. Hozzátenném még azt, hogy hogy általában egy-egy ilyen független intézménynek nagyon sok feladata van. Hát vegyük például a Nemzeti Választási Irodát. Töménytelen mennyiségű feladattal jár ennek az intézménynek az alapjogi kötelezettségeinek a teljesítése. És hát ez bizony azt jelenti, hogy nagyon sokszor bizonyos akadályokat jobban vesznek ezek az intézmények, másokat rosszabbul. Most így hirtelen nem tudnám megmondani, hogy az adatvédelmi hatóság milyen akadályt vett jobban, de mondjuk, ha a Nemzeti Választási Irodára fókuszálunk, akkor azért azt láthatjuk, hogy a választási eljárásnak számos olyan eleme volt, amit egyébként rendeltetésszerűen szerveztek meg és bonyolítottak le. Úgy gondolom, hogy ezt nyugodtan elismerhetjük, és el is kell ismernünk, amellett természetesen, hogy fenntartjuk azt az álláspontunkat, hogy számos olyan mulasztást is követett el például ez a független intézmény, amely igenis hátráltatta az állampolgárok választójogának gyakorlását. Én úgy gondolom, hogy ma részben azért ülünk itt együtt, például az NVI képviselőivel, hogy közösen dolgozzunk egy kicsit azokon a területeken, ahol úgy gondoljuk, hogy elégtelen az alapjogok védelme, olyan intézményekkel, amelyek egyébként hajlandóságot mutatnak a velünk való együttműködésre, illetve az építő kritikát ezt fogadják és megválaszolják. Az én előadásomból például azt a példát emelném ki, hogy ugye tettem egy ajánlást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a választási irodák ügyterhét csökkenteni. A ebéd után majd biztos beszélgetünk erről is, hogy mit gondol erről a Nemzeti Választási Iroda. Úgy gondolom, hogy bár el kell ismerni azt, hogy az együttműködés lehetőségei korlátozottak és egyre korlátozottabbak, mi továbbra is élünk ezekkel a lehetőségekkel, azért ajánlásokkal fejeztem be az előadásomat, hogy érzékeltessem, hogy nem csak a kritikára, nem csak a negatív hangvételre vagyunk képesek, hanem egészen konkrét megoldási javaslatok kidolgozására is, és élünk azokkal az együttműködési lehetőségekkel, amikor független intézmények nyitottak ezekre a javaslatokra, amikor pedig nem, akkor más jogorvoslati eszközöket vetünk be. Ahogy láthatták az előadásomból, nem tűnt túl reményteljesnek az elején a kérelmezési jog érvényesítése is, megtaláltuk a módját. Biztosíthatom önöket, hogy meg fogjuk találni az új VE ellenére is a módját, hogy hogyan érvényesítsék az állampolgárok a jogaikat. A terminológiával kapcsolatos kérdés megmozgatta a fantáziámat, és én erre még sose gondoltam intézmények elnevezésével kapcsolatban, hogy így nevezhetjük ezeket az intézményeket, de arról be tudok számolni, hogy arra például én, és szerintem a kollégáim is kínosan ügyelünk, hogy ne nevezzük az alaptörvényt alkotmánynak, tehát nem mossuk össze ezt a kettőt, ha egyszer az alaptörvényben alkotmányellenes szabályok lehetnek. Van alaptörvény, és van alkotmány, ezek az alaptörvény ellenesség és az alkotmány ellenesség két különböző fogalom. Erre ma már láttunk példákat, akár az előadásban is. Tehát ilyen értelemben azért törekszünk a terminológiai tisztaságra.